Felmegyünk a Primrose Hillre. Nagyon szuper a kilátás. Általában nem szoktak az emberek ismerni, mert természetesen London mindig a Big Ben és a Parlament. Pokorádi Gábor vagyok, permanensen 2002 óta élek kint. Akkor ugye még nem igazán lehetett legálisan dolgozni, mint a klasszikus sztori is ugye mutatja, az ember ilyenkor mosogatással kezdi a munkáját, 3-20-as órabérrel, amikor 1000 forint volt annak idején. Ez volt a második munkahelyem, sört csapoltam, akkor már kicsit tudtam angolul, és hát élményeim közé tartozik, hogy a második ember, akit kiszolgáltam, az Robert Plant volt. Vállalkozó vagyok, jelenleg a harmadik vállalkozásomat menedzselem. Az első vállalkozásunk ugye ez az úgynevezett Culture Exchange cég volt, amivel magyar diákokat hoztunk Angliába tanulni. Itt lakott Engels elég sokáig, mindig azon rögtünk, hogy hát ugyanabban a kocsmában találtuk ki a vállalkozásunkat, annak idején Engelszék a kommunizmus, úgyhogy ez tudja, hogy marha jó vállalkozás lesz. Az első körben nyelviskolákba kezdtünk el embereket kiközvetíteni, az anyagi lehetőségek meglehetősen limitáltak voltak. Úgyhogy el kellett kezdenünk foglalkozni szállásodással. A legtöbb embernek ugye sikerült diákvízumot intézni, amivel lehetett dolgozni 20-25 órát per hét legálisan. Így lett belőle egy komoly szolgáltatás. A tapasztalatunkat, a helyismeretünket felhasználva csináltuk meg ezt a vállalkozást, és bizony ebben benne volt az, hogy igenis építsünk londoni magyar közösséget, ami hál' Istennek mostanra most már kezd kialakulni. Ha azt mondom, hogy az első 5000 magyart mi hoztuk Londonba, ami elkezdtük közösséget építeni, akkor szerintem nem vagyok messze a valóságtól. Azok voltak az igazi harcos magyarok, akik vették a bátorságot, hogy akkor kijöjjenek, amikor még nem lehet legálisan dolgozni, vagy csak diákvízummal lehet legálisan dolgozni. Azok jöttek, akiknek elegük volt a rendszerből, de igazán nagy kihívásra is vágytak. Voltak középvezetők, diákok, idősebbek, szakács, kőműves, mindenféle emberek. 2004 után, amikor ugye nem kellett végig szenvedni ezt a 3-4 órát a határon, és nem szórták ki az embereket tömegesen, utána nagyon felhigult a társaság, és olyanok is kijöttek, akik nem igazán voltak tisztában vele, hogy mire vállalkoznak. Nagyon sokan elbuktak. Általában azt mondtuk annak idején, hogy akinek otthon nem sikerült semmi, az valószínűleg itt sem fogja tudni megállni a helyét. 2011 után, részben ugye a politikai helyzetnek köszönhetően, ugye megindult egy újabb hullám, egy harmadik hullám, ami már sokkal inkább az értelmiségről szólt, a magasan képzett emberekről szólt, orvosok jöttek, mérnökök jöttek rengetegen, és akkor kezdett el igazán képülni a magyar közösség. Fejlődik a magyar közösség, koncertek vannak, iskolák, magyar iskola van. 2010 óta tényleg most már tényleg az érzése van az embernek, mintha tényleg London lenne a második legnagyobb magyar város. 2007 óta van ez a rendelőnk itt a Harley Street, ez egy nemzetközileg is elismert orvosi központ. Az a szolgáltatás, amit mi adunk, az mindenképpen luxus szolgáltatásnak tekintendő. Nem ritkák az olyan kezelések, amik 8-10-12 milliós nagyságrendben vannak. Minket a Brexit a leginkább az ellátás oldalról érint, illetve hát nyilván a forgalom oldaláról is. Nyilván, amikor egy gazdaságilag bizonytalan időszak van, akkor univerzálisan érvényes mindenkire, az emberek nem igazán szeretnek nagy mennyiségű pénzt elkölteni. Az alapanyagoknak a nagy része, azt mondom, 90-95% a külföldről származik. Amennyiben lesz egy olyan kilépés, ami rendezetlen lesz, vagy kedvezőtlen feltételei lesznek, arra számítunk, hogy akár 20-30% is megemelkedhetnek az alapanyagáraink. Ami bizony, aki üzletben van, az tudja, hogy ez egy nagyon komoly érvágás, ez gyakorlatilag eltünteti nem csak a profitot, hanem nagyon gyakran eltünteti azt a lehetőséget is, hogy fejlesszél, további eszközöket vásároljál. Úgyhogy ez egy komoly probléma, nagyon reménykedünk benne, hogy ez nem fog megtörténni. Mit szóltok a kilátáshoz amúgy? Ez volt az első kép itt, Primrose Hill, amit először megláttam Londonban, és hát nyilván az ember ezután a látvány után nagyon könnyen és gyorsan bele szerelmesedik a városba. Arra azért nem számítottam, hogy 2019-ben is itt leszek. Nincs még meg a brit útlevelem, nincs rá szükségem. Magyar vagyok, úgyhogy egyelőre kitartok és megvárom azt, hogy ha nagyon-nagyon rákényszerítenek, akkor esetleg kiváltom, de nem tervezem. Van 3 gyerekem, itt született mind a 3. Magyar feleségem van, aki brit állampolgár, én nem különösebbképpen aggódom amiatt, hogy haza kéne mennem, de ha véletlenül haza kéne mennem, akkor azért azt megnézem azt az indokot, amivel megpróbálnak haza küldeni.